Na sziasztok srácok, én Szalán vagyok, és már ma FIFA mobilozni fogunk. Már nagyon régen volt videó, szóval most itt a csapatom. Most ezt be is mutatom, itt van a kapuban Ederson, őt tegnap vettem. Hát igazából egy jó kapus, hát még nem kapott olyan sok gólt. Itt vannak a védőim, Tagliafico. Ő amúgy egy nagyon jó, ugyanis körülbelül így eddig fel szokott jönni, és így Ronaldo helyén így beadja a labdákat, az gól. Itt van Matip, egy nagyon kemény védő. Ennek Van Dijk, aki a legjobb védő szerintem a világon. Ugyanis amikor ő játszott, a meccs 90%-át megnyertem, szóval egy brutális védő. Most jön itt Coleman, hát ő egy alap. Kárcsát nem a legjobb. És itt van Bakayoko, hát aki rajta átmegy, az egy bika. Itt van Sanzone, majd véletlenül megcserítem őket. Sanzone, hát őt egy ilyen Lunar New Eventes packből kaptam. Itt van Zielinski, ő tudja az, Zielinski azt tudja, azt a másik csel, és 94 dribblingje van, ő egy brutális kártya. Itt van Ronaldo, hát ő rajta. Nem, hát ő egy jó kártya, de hát nem a legjobb. Itt van Griezmann, amúgy szelke itt játszhatna, de én most Griezmann kipróbálom, ugyanis ma szereztem meg. Hát itt van a csapat lelke, Kylian Mbappé. Ha ő játszik, mindig rúg legalább két gólt, szóval egy baszó kártya. Na, hát szerintem játszunk VS atakot. És azon jókat lehet ordibálni. Na kezdjük. Ah, Istenem, ilyen jó minőség. És nézzük az ellenfél csapatát, 78-as, és valami kurva felállásban játszik. Hát 4-2-4. Mi a fasz ez? Életemben nem láttam még ilyet. Ez én mindig azt tudom csinálni, csak így elküldöm, mert nagyon messziről kell elvinni a kapura, és csak így elrúgom. Bakayoko, hát innét már lőhetünk, és úristen, mekkora gól is, szia, bugyi, vagy ki a pöcsöm is volt egy gólt. És Zielinski volt a következő gól, nagyon pörögnek itt az események, és átemeljük fölött, és gól. Ja. Hát a következő... Látjátok, behagyja. Én itt leteszem Griezmann is! Vagy jó. Griezmannnak az első gólja, ugyanis, hát ugye, itt a Kylian Mbappé, egy csel. Kylian Mbappé, gólja! What the fuck? What the fuck? Na végre Mbappé. Úristen. Ugye Griezmann még nem tudja ezt a másik csel, csak ezt egyszerű, de hát... Fuck. Ez is jó. Igazából innét simán igen. Griezmann innét már kötelező. Oh, na jó, ez nem igaz! Ez behekkelt volna a gyerek, hogy csak kapufát tudjak. Mbappé. És Kylian Mbappé kapufa! Jó gyerekek, én kilépek. Hallod, aki számolt, hogy hány kapufán van? Te. Középre Griezmann, érjük be Grízi, de miért nem engedt, hogy előjön, már húztam. Bazd meg. A few moments later. Hát nyertünk legalább. Itt a reward, hát Pro 3-ban vagyok. És fel kell küldni Pro 2-ben, akkor a Ronaldo-hoz kapok egy tokent, ami nem rossz. Hát szerintem ebben a videóban lehet feljutunk, vagy lehet nem. Nem tudom. Amúgy srácok, aki tudja, hogy mikor lesz az SBC, az írja le nekem kommentbe, de én úgy tudom, hogy holnap lesz. És akkor amúgy, aki FIFA mobilozik, az gyűjtsön sok playert. Szóval, ja, ennyit akartam. Hogy beléptem egy ligába, még elfelejtem a nevét, de valami Thomas, vagy nem tudom mi. Hát most játszunk az első tournamentünket,
150 gólunk. Az hogyan lőtte? Hogyan lőtte fel Kantét? Ez egy kérdés csak. Az mind mellé ment és vezet az ellenfél bátyja. Jó, gól. Azt hittem az is kapu fogja, akkor letörnöm a játékot, bazd meg. Azt figyel le. Hallod? Ez bevágult, azt tudja. Coleman-nek nincs gólja? Szerintem most lesz az első gólja. Coleman, de miért középre rúgja? Fakta. Ja, az Mbappé. Hújjj, az milyen rögpályán ment, bazd meg. Hát ez a Zielinski, ez egy brutális kártya. 78-as alapból. Ilyet középre, Kylian Mbappé! Azt nem kellett volna fejelni. Átvenni azt rá tudni, de nem baj. Taglofikyó, vagy mi a fasz. És Kylian Mbappé! Úristen! Mekkora olló volt, de kiszedte! Az gól. What the fuck? Hát lőjünk már egy gólt, more. A David Luiz ezt lehagyjuk, mert kurva lassú védő. Hát én hazamegyek, hát ez hihetetlen már. Zilecki lőtt már el a kurva anyába. Jó gól. Ez egy szar meccs volt. Úristen, hogy tudtam ilyen kevés gólt rúgni? Olyan szar volt az ellenfél. 79-es csapata, hogy került ez ide? Na Istenem. Lehet ebbe a videóba feljutunk. Az amúgy nem lenne rossz. Ó, Istenem. Bozd meg, milyen csapatja van, Getsz, azt hittem az enyém. LOL, ettől lehet kikapok. Fuck. Ettől kikapok, more. Hát az a Szelki, az mit baszó kártya. Jó, Griezmann is ide. OMG. Hát egy védőt volt, bátya. The fuck? Sanzon beadja is. De miért a kis Grizinek? Shit! What the fuck? Kylian Mbappé. Kylian Mbappé. Mbappé, Kylian Mbappé! Golasso, Mbappé! Ronaldo, Zielinski, Golasso! Mbappé viszi, Mbappé, Kylian Mbappé, Mbappé, volt egy védő és Mbappé elővi, de mit szed a buzi kapusunk? Úgy oda, hát azt se tudjuk elfejelni, de gól, de gól, de gól! Kylian Mbappé, Mbappé. Ma ötször megnyomtam a cseh, de nem baj. Mbappé! Ó, beüti a fickába, bozd meg! Bekúrta a fickába. A Bakayoko, betesszük középre. Bakayoko, mindig nálad, nem tudok mit csinálni elve a gecibe. Zielinski. Hát emeljük Zielinski! Fuck! Ekkor egy puzi játékot, bazd meg, hogy ennyi kapufát lövök. Amúgy srácok, ez egy ilyen sorozat, ahol csak VS-et okozni fogunk, és megpróbálunk minél tovább feljutni. De ez a videó ennyi lett volna. A következőben találkozunk. Az még ma lesz, és szerintem föl fogok jutni Pro 2-be. Az is videóban lesz. És addig is császtok.